Sziasztok! Assetto Corsa, Time Attack, Red Bull Ring, rövid pálya. Hát ez egy sorozat lesz, amit fogok csinálni egy apránként, tesztelni fogom az autókat a saját magam képességéhez méltóan. Nyilván tudnának mások gyorsabb kört is futni, de hát ez csak a saját magam szórakoztatására próbálom az autókat. Meglátjuk, hogy sikerül első körbe MP4-12C-GT3. Lássuk is neki. Setup nélkül fogom futni az összes Time Attack időmet. Még a benzinhez sem nyúlok. Tehát ez minden alap, full stock, ahogy a játék betöltötte. Se szárnyállítás, se hasonlásság, se üzemanyag, se kerék összetétel, semmi. Alap. Minden alap. Ugye ez alapból benne van, ha jól emlékszem a játékban. Ez a McLaren MP4. És a GT3 autó. 12C GT3, azt az a teljes neve. 59 büntető pont. Ezek ilyen rövid videók lesznek. Automata váltót használok. Csak annyi, hogy lefele váltásnál belenyúlok. Önfékezésre is szoktam használni a váltót. Megadott sorrendben, és hogy túl gyorsan váltok ugye lefele. Egy kicsit blokkolja. Egy kör talán belefér. A helyzetet bonyolítja tovább, hogy hát nem úgy sem vagyok egy jó szimulátoros, de ezt a pályát roppantul nem szeretem. Hát reméljük a x-edik közvetítés után már kedvencem lesz, meglátjuk. Ugye csak a short, tehát a rövid változata. Thank you.
3, 2, 1, és még át fél tőle. Itt a vége. Nem is erőltetjük, jó? McLaren MP4 12 C GT3. Hát 5317 pont. Hát akkor én engedelmetekkel megnézem az időt. Elfeketedünk egy kicsit, így van a legjobb köröm, pedig 54.490. Hát ebben az autóval így is marad. Találkozunk majd egy következő videóval. Hello, sziasztok!